Legyünk célra törőek, negyedik oltás. Nem lesz sok? Nem. A következő van, ez a vírus minden eddigi játékszabályt fölrugott. Eddig attól fertőzött valaki, amitől tünetei voltak. Ez a vírus már akkor is fertőz, mikor még nincsenek tünetek. Ez a vírus, amikor valakit beoltotta, akkor is megfertőzi. Hála Istennek kevesebb vírus termelődik benne, kevesebb vírus tud tovább szaporodni, ezáltal nem lesz olyan súlyos tünete, életben marad, nem lesz. Az is igaz, hogy kevésbé is fertőz? Igen. Kevesebb a saját vírusa. Így van. Igen. És addig kell oltani, amíg ezek a vírusok köröttünk terjenek. Tehát ez, aki azt mondta, hogy ezzel a vírussal meg kell tanulni együtt élni, az nem igaz. Ezzel nem lehet megtanulni, mert ez egy bizonytalan, ez egy állandóan változó, mozgó vírus. Ezt nem lehet úgy kiismerni, mint az influenzát. Akkor egyetért a negyedik oltással. Meg lesz ötödik oltás, meg hatodik oltás, meg lesz ötödik hullám, hatodik hullám, hetedik hullám. Egy a lényeg. A kórházak bírják a terhelést, tehát annyi beteg kerüljön kórházba, tehát tudjuk megfogni a betegeket otthon.